A padlás egy betörés, négy túlvilágot kereső szellem és két szerelmes fiatal története. 11 színész, 17 dal, kiváló énekesi teljesítmények, parád és színpadkép, nem mindennapi látvány garantálja a sikert. A darab főszerepében Bér Márton játszik, aki fiatal tudósként kísérletezik a padláson, távoli, titokzatos bolygók üzenetét próbálja megfejteni. Nekem nem volt egy szerepálma, lehet, hogy valakinek az, nekem nem volt az. Minden esetre úgy döntöttek, hogy ezt nekem kéne eljátszanom. Nem volt egy egyszerű próba folyamat. Egyrészt a musical nem is igazán az én zsánerem, de az előadások alatt azért sikerült benne olyat találnom, amitől mégis tudom szeretni. Amitől zseniális, az a hangulat és a zenék. A legendás darabot több mint 30 éve mutatták be, és a mai napig sikerrel játsszák. Gondolatgazdag dalszövegek, nagyszerű zene, ez jelenti az előadás vonzerejét. Kapcsolata a szellemekkel, a földön túli lényekkel, a túlvilággal, ez minden embert foglalkoztat. Olyan hangulata van, és olyan atmoszférát teremt, hogy az embereket magával ragadja. És ez időtálló, és ez a 30 év az bizonyíték arra, hogy ennek a darabnak megvannak az értékei. Thank you.